Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. A Fidesz és a balliberális tömb együtt nagy koalícióban szavazta meg a képviselői irodám elvételét Józsefvárosban, az alaptörvényben garantált politikai véleménynyilvánításhoz való jogomat semmibe véve. Igenis, nemzeti sorskérdés az, hogy a magyarság jövője, Magyarország jövője hogyan alakul, és valóban kisebbség leszünk-e a saját hazánkban, ahogyan az elmúlt évtizedek tendenciái mutatják azt. Pokol Béla, akit a Fidesz választott kétharmaddal alkotmánybíróvá, társadalomtudósként az Európa végnapjai, a demográfiai összeroppanás következményei című munkájában rávilágít arra, hogy míg a magyarság lélekszáma generációnként nagyságrendileg megfeleződik, addig a cigányság lélekszáma ugyanennyi idő alatt megduplázódik. Nemrégiben írásbeli kérdéssel fordultam a belügyminisztériumhoz, hogy terveznek-e változtatni azon az elmúlt 30 évben bevált gyakorlaton, miszerint nincsen hivatalos statisztika arról, hogy az egyes nemzetiségek, etnikumok körében mekkora a gyermekszületés szám. Ám Konrád Károly államtitkár úr, mintha nem értette volna a kérdésemet, és egy egészen cinikus válasszal, egy szinte egysoros válasszal intézte el ezt a rendkívül fontos kérdést. Látszik tehát, hogy továbbra is a probléma szőnyeg alá söprését választja a kormány, ahelyett, hogy érdemi megoldásokat adna azokra a társadalompolitikai problémákra, amelyek a magyar cigány együttélés kapcsán igenis jelen vannak a társadalomban. Pócik Szilveszter munkájából tudjuk azt például, hogy az elítéltek körében, a büntetés végrehajtási intézetekben a cigányság részaránya 5-6-szorosa a teljes társadalomban betöltött arányuknak, és azt is tudjuk az oktatási jogok biztosának munkájából, hogy az iskolai erőszak is azokban az intézménytípusokban és abban a régióban magasabb, ahol a cigányság magasabb arányban van jelen, tehát az észak-kelet-magyarországi régióban és a képzésben találkozhatunk ezzel. A Mi Hazánk mozgalomnak megoldási javaslatai is vannak. A mi elképzeléseink szerint nem fordulhatna elő még egyszer az, ami Gyöngyöspatán is megtörtént, hogy még azok kaptak kártérítést, akik egyébként a problémát okozták. Magyarországon több száz olyan település van, ahol azok a családok kényszerülnek a gyermekeiket másik településre vinni iskolába, akik az ő tanuláshoz való jogát szeretnék garantálni, illetve biztonságban szeretnék tudni a gyermeküket, és az állam nem őket védi meg. A Mi Hazánk szerint nem nekik kellene odébb állniuk, hanem azokat a gyerekeket kellene kiemelni ezekből az osztályokból, akik a problémát okozzák, és a legszélsőségesebb esetekben bentlakásos iskolákban nevelnénk őket. De hogy a politikai kultúra is változzon, és az elmúlt 30 év gyakorlata ne folytatódjon tovább, miszerint mind a Fidesz, mind a balliberális tömb csupán egy olcsón megvásárolható szavazó rétegként tekint a cigányságra, a Mi Hazánk azt is javasolja, hogy kössük írni-olvasni tudáshoz a szavazás, hogy ne fordulhasson elő az, hogy olcsón egy zsák krumpliért megvásárolhatják valakinek a szavazatait. Az a plakát, amely szintén a Nem lehetünk cigányország feliratot viselte, és ami miatt az önkormányzat illetékes bizottsága egyhangúlag a Fidesz és a balliberálisok közös szavazataival döntött a bérleti szerződés felmondása mellett, egyébként nem törvénysértő. És ez rendkívül fontos hangsúlyozni, hogy a politikai vélemény nyilvánítás körébe tartozik, hiszen eljárás sem indult velem szemben emiatt a plakát miatt, és korábban mind a Nemzeti Választási Bizottság, mind a legfelsőbb bíróság egyébként kimondta a hasonló cigánybűnözés szó kapcsán, hogy az igenis használható a politikai közbeszédben, amiatt joghátrány nem érheti annak használóját. Ahogyan a kormányzat is beszél arról, hogy nem lehetünk bevándorló ország, ugyanúgy ezt a nemzeti sorskérdést sem lenne szabad szőnyeg alá söpörni. Hiába próbálnak meg akár Józsefvárosban, akár az országgyűlésben vagy a közterületeken elhallgattatni, mi igenis foglalkozni fogunk ezzel a kérdéssel, mert a magyar cigány együttélésből adódó feszültségek az elmúlt 30 évben rendkívül sok kárt okoztak az országnak. És hiába próbálnak elhallgattatni, mi akkor is kimondjuk, akkor sem lehetünk cigányország. Köszönöm a figyelmet!